A fő profilunk lovas felszerelések készítése, igáshámok, hintófelszerelések, parádészelszámok, de többek között készítünk könyvborítókat is, derékszíjakat. Az igáshámokra van kereslet itt még Kárpátalján, sokan foglalkoznak lovakkal. Ezt Ukrajna szerte is terítjük, Magyarországról is néha van egy-egy megrendelés, és vitték el már külföldi országokba, más európai országokba is, de Oroszországba is volt az évek folyamán, hogy vittek el a szerszámjainkból. De gyártunk derékszíjakat is, ezeknek az a jellegzetessége, hogy nagyon minőségi bőrbe igyekszünk előállítani, személyre szóló, névre szóló öveket gyártunk, amit máshol a piacokon nem tud megvenni a vásárló. Kis táskákat, tarsolyokat, vadásztáskákat, könyvborítókat, bibliaborítókat, amiket nagyon szeretünk kézileg elkészíteni, és egyéb más apróságokat, amit így bőrből lehet készítgetni, ezeket szoktuk előállítani. Többnyire marha bőrből dolgozunk, az a hámoknak, a lovas felszereléseknek itt Ukrajnába szerezzük be a nagy részét, itteni ukrajnai bőrgyárakból, de dolgozunk olasz bőrből is, derékszíjakat kifejezetten már olasz bőrből szoktunk készíteni, növényi cserzésekből, azt nagyon szépen meg lehet munkálni, abba lehet mintákat poncolni, neveket beleütni, és ezért szép, minőséges öveket tudunk előállítani. A véknyabb bőrök azok szoktak kecske, bárány, disznóbőr is lenni, amiből táskákat készítünk, vagy borítókat készítünk. Ezek vegyes, hol Ukrajnába kikészített bőrök, hol Olaszországba, de be lehet szerezni itt az országba ezeket az alapanyagokat. Elkészítsük füleket, le hegyezzük. Csikhúzót is megkeressük. Ez nem itt van. Ja, itt van előttünk. És akkor húzunk rá csikot is. Már gyerekkoromban cipészkedtünk, mert a szüleim cipészek voltak, édesapám ilyen tanult szakember volt, édesanyám meg az odesszai technikumot végezte el mester fokon, és a helyi cipőgyárban dolgoztak. Még fiúkoromban egy nyarat nekem is, meg egy-két évet sikerült ott ledolgoznom. Amikor jött a rendszerváltás, akkor a cipészmesterség abban maradt, és az egyik iskolatársamnak, 11. osztályba jártunk az iskolába, kapott egy csikót a nagyszüleitől, és akkor megkért, hogy csináljunk már egy lovas felszerelést. És valahol itt indult még a 94-es évben ez a dolog, 93-ban pontosan, de aktívan már 97-ben kezdtem el dolgozni, a logomban is benne van, hogy 1997-től ezt már aktívan művelem, ezt a mesterséget.